Na srácok, újra nyereményjáték a csatornán. Rég volt ilyen nyereményjáték, nagyon régóta terveztem már a következőt is, és mindig volt kick-off, retro bontások, mindig így éppen jöttek a dolog, de most itt van a nyereményjáték, és mutatom is, hogy mit lehet nyerni, és bontogatunk is ebben a videóban. Szóval a nyereményjátéknak a egyik nyereménye az egy Tournament Edition-ös új, vadi új matricás album, láthatjátok, teljesen új újságostól van beszerezve, egy darab matrica sincs beragasztva. Van az a 6 darab matrica is, ami jár hozzá, Lukaku, Fiola, Sparv, Glick, Mack, illetve még egy Kufár Csehországból. Hogy itt van a 6 darab matrica, vissza is teszem ide középre, de vadi új, bontatlan, hibátlan matricás album. És hogy legyen mivel megtölteni ezt a matricás albumot, van itt hozzá még 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 csomag, azaz 50 darab matrica, hogy meglegyen boostolva a szerencsés nyertesnek az albuma is, hogy ezt lehet megnyerni. Mindjárt rátérünk arra, hogy mégis hogyan lehet jelentkezni a nyereményjátékra, illetve hogy lehet megnyerni ezt a király kis matricás indító pakkot, amit így kitaláltam. De bontsunk is ki 4 csomagot ebből a kék magyar verzióból, ugye? Mostanában mindig csak a sárgát bontottuk, de ez a kék is nagyon jó. Úgyhogy nézzünk rá 4 darab csomagra, hogy mégis milyen a matricákat lehet nyitni. És nézzük is az elsőt. Van nekünk egy Jack, illetve megint egy Colt dupla matrica. Van nekünk egy Kamavinga Franciaországból, aztán Pervan Ausztriából. Van itt nekünk még egy Rodriguez Svájcból, illetve egy csillogos angol logó. Nagyon szépen csillog, nagyon jól néz ki, a csillogost külön tesszük. Menjünk a következő csomagra. Nézzük meg, hogy ezekből mit lehet nyitni. Cigánkov, Ukrajna. Szóval van nekünk egy Pickford, Trent Alexander-Arnold duónk. Van nekünk egy Trinkaónk, egy ukrán játékos, illetve itt megbújt Trinkaó mögött még egy Brozovic is. Úgyhogy ez lett volna a második csomag. Nézzük a harmadikat, hogy hát ha jön egy jó magyar játékos. Ugye nagyon sok magyar matricát lehet megtalálni ebben a Tournament Edition-ös csomagokban. Dragovic, van nekünk egy belga duónk, Tillmans és Witzel, aztán egy horvát duó, Lovren és Vida. Van nekünk egy Sissoko, és alatta van még egy Munier Belgiumból. Az utolsó csomagot is nézzük meg, aztán rátérünk, hogy hogy lehet jelenkezni. Ez egy gyorsabb ilyen nyereményjátékos videó, hát ugye egy ilyen csomagban 5 darab matrica van. Svájci duó, aztán egy macedón duó, van nekünk egy újabb skót duónk, ez ilyen duópak lett, úgy néz ki. Rui Patricio Portugáliából, illetve még egy Velszi játékos a végén. Hát magyar sajnos nem nyitottunk, de reméljük, hogy ebben a 10 csomagban, ami itt lapul, majd a szerencsés nyertes tud nyitni magyar matricákat, meg mindenféle jó kis csillogós matricát, ugye mi most csak ezt az angol logót nyitottuk. Szóval a nyeremény egy almatricás album, mellé ez a 10 csomag, hogy jól meglegyen boostolva, 56 matrica összesen, szerintem elég király. És írjátok meg kommentben, hogy így egyáltalán gyűjtitek a matricákat, meg mit szóltok az idei matricás szére, hiszen nekem nagyon bejön. Én nagyon imádom ezeket a matricákat, főleg, hogy milyen sokat lehet kigyűjteni. Ugye egy ilyen albumban több mint 600 matricát lehet beragasztani, hogy szerintem elég király kis nyeremény lesz. Na de, térjünk át az internetes oldalra, és nézzük meg, hogy hogy is lehet jelentkezni a nyereményjátékra. Na srácok, itt is vagyunk ezen a jól bevált glim.io oldalon, ugye? Az elmúlt 2 nyereményjáték is itt volt, teljesen megbízható, szerintem meg nagyon egyszerű is jelentkezni. És hogy hogy is lehet jelentkezni? Vagy beléptek e-maillel, Facebookkal, Google fiókkal, vagy Twitterre, és rámegyek a Facebookra, és belépek ott. És akkor itt is van, hogy Instagramon, ha bekövettek, az +2, tombola. És ha YouTube-on is feliratkoztok, az +4, tehát a nyereményjátékra, hogy tudjon jelentkezni, iratkozzatok fel a csatornára. Kövessetek be Instagramon, és írjátok meg kommentben, hogy sikerült-e, és 5 nap múlva, jövő hét szerdán megjön a sorsolás, addig tudtok jelentkezni, de nagyon fontos, hogy feliratkozzatok a csatornára, meg hogy Instagramra is látogassatok el, így minél több tombolát lehet gyűjteni, minél nagyobb az esély, ugye? Úgyhogy teljesen jól bevált oldalról van szó.
Ez lett volna ez a nyereményjátékos videó. A linket megtaláltok a leírásban, meg kiteszem kommentbe is rögzítve, hogy hol tudtok jelentkezni. Holnap leszimuláljuk a BL döntőt, vasárnap meg Svédország vs Dánia kickoff mérkőzéssel fogok jelentkezni. Ez lett volna ez a pénteki rövidebb, de szerintem elég izgalmas videó. Ha tetszett, dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, még nem tettétek meg, és találkozunk holnap, azaz szombat délelőtt. Addig is legyetek jók, sziasztok!